Hamarosan lemond a kislétai polgármester, ezt közölte híradónkkal a Fidesz, miután megtudtuk, Madách Imrét csalás miatt jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A bíróság szerint két társával cégeiknél megváltozott munkaképességűeket alkalmaztak, de csak a bérük egyharmadát fizették ki, miközben az állami támogatást felvették utánuk. Olyan is volt, akit csak papíron alkalmaztak. Csak nem egy hónapja kerestük a kislétai polgármestert, már akkor sem volt barátságos, beszélni nem akart, arcát nem vállalta, pedig más ügyben kerestük. Egy helyi család kislányáról kérdeztük volna, akiről kiderült, szülei bezárva, embertelen körülmények között tartották fogva saját otthonukban. Azóta híradónk megtudta, a polgármestert januárban csalás miatt felfüggesztett börtönre ítélték. Ezért újra megpróbáltunk beszélni vele, de hiába. Csengetésre nem nyitott ajtót, a telefont nem vette fel. A vonal folyamatosan foglaltat jelzett. A fideszes polgármestert a hivatalban is hiába kerestük. Madách Imre cégeket alapított két társával, hogy megváltozott munkaképességűeket alkalmazzanak Debrecenben, Kisléten, majd Mikepércsen is. Ehhez a foglalkoztatáshoz az állami támogatást meg is kapták, azonban a dolgozók bérét, ami a papíron szerepelt, annak csak töredékét fizették ki, és a többit pedig felhasználták. Hogy mire, azt nem tudni. Összesen 87 millió forint állami támogatást vettek fel a bérekre, de ebből csak 13 milliót adtak oda munkásaiknak. A dolgozók a nekik járó pénz körülbelül harmadát kapták meg minden hónapban. Volt, aki még ennyit se. Papíron több mint 100-an dolgoztak nekik. A polgármestert 2 év felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság. Kerestük a Fideszt is. Közleményt adtak ki, amelyben azt írják, idézem, tudomásunk szerint a polgármester hamarosan lemond tisztségéről. Üdvözöljük és helyesnek tartjuk döntését. A faluban mindenki tud róla, hogy a polgármester felfüggesztett börtönre ítélték, beszélni viszont senki sem akart erről. Kamerán kívül többen azt mondták, nem akarnak belekeveredni az ügybe.